Ami történni fog, az a 80 éves Szilágyi Istvánnak a köszöntése. Úgy tartják számon Szilágyi Istvánt, mint aki rejtőzködő író, tehát hogy nem fed fel a saját élete történetéből, vagy a saját család történetéből jóformán semmit, holott azok az írások ilyenekre utalhatok, mint vesztesek, kóborló évek, vagy asszony élet egy sírkövön, azok a család történetét visszavezetik a 19. századnak a második feléig, és roppant érdekesek is, izgalmasok is azok az események, meg a figurák, egész különc figurák, nem beszélve Szilágyinak a szűkebb családi életéről, tehát hogy korán árván, félárván marad az édesapja, ugye a Donnál pusztul el, noha sokáig bizonytalanok abban, hogy éle nem fogságba esette, és aztán utána az élete történetét Szilágyi a vesztesekben, meg a kóborló években, tulajdonképpen az egyetemi évek utánig, tehát a pályakezdésig, míg az utunkhoz nem kerül, aprólékosan elmeséli, elmondja, nagyon színesen, nagyon érdekesen. Még korábban is már megjelenik egy novellája, a Te kis sorskovács, majd megnyer, ahol nem történik semmit, semmi címmel adja be az egyik elbeszélését, és a novella pályázat első helyezette lesz, de ezt követően fölajánlanak neki egy állást, és azóta ő ezt büszkén hirdeti is. Ez volt az egyetlen egy munkahelye, mármint az utunk, ezt megszerezte ugye a jogi diplomát, de ügyész akart lenni, vagy gondolta, hogy az lesz, de egy pillanatra se választotta ezt a jogi pályát, hanem mondom, újságíróskodott minden műfajt igazából, ami az újságírói műfaj, azt ki kellett próbálni, aki is próbálta, majd hamar főszerkesztő helyettes lett, ha jól emlékszem, 68-tól és 68-tól 94-ig ő volt a főszerkesztő helyettes az utunknál, utána pedig a rendszerváltást követően a Helikonnak lett a főszerkesztő, és ezt a munkát, ő már mint a főszerkesztői munkát, hogy tovább lehetett vinni ott egy intézményt, Kolozsvárot, ő ezt mindig az írásaiban, főleg a Helikonban megjelent cikkeiben mindig büszkén emlegette, mint életének vagy életművének szerves részét, azzal együtt, hogy fiatalokat fedezett föl, vagy fiatalokat indított útjára. Fordulópontok az első két kötet után, amelyik a diákkorát, meg ugye tudjuk, hogy ő vasútipari, gépipari iskolába járt, mert mindenféleképpen mozdonyvezető szeretett volna lenni, és csak kiderült, hogy nem annyira jó a szeme, hogy mozdonyvezető lehessen, de ezekről az évekről, tehát amikor ipari iskolás volt, meg amikor Szatmár Németibe, illetve Nagyváradon dolgozott a vasúti műhelyekben, ezekről szól elsősorban az első két novellás kötete, viszont azért mondom, hogy fordulópont, mert a válogatott elbeszélés kötetébe egyiket se vette be az első két kötetéből, egyetlen egy darabot se, tehát mondhatni megtagadta a pályakezdésének, és ez mindenképpen fordulatként értelmezhető pályakezdésének a köteteit. Aztán utána ugye egy regény következett, amelyet sok esetben ő maga se emleget, ez az Üllődobszó harang, pedig roppant érdekes, ez is az első regény, tehát a II. Világháború legvégén játszódik. Aztán ezt követik még egy novella gyűjtemény darabjai, ez a Jámborvadak, amelyet úgy is szokták értelmezni, mint amelyik a
az agancsbozóthoz vezet el, mert ugye az agancsbozótnak az az alap ötlete, hogy egyszer csak egy férfiú, akinek igazából a nevét nem tudjuk, ő maga Deresnek hívja, és a környezete is utána őt, fönt találja valami sziklahámor barlangjában magát, mert oda a túrázás során eshetett le, de hogy hogy került igazából oda, és hogy ott miért ebben a barlangban másik három társával együtt miért kardokat kovácsolnak úgy, hogy a kardkovácsolás történetén végig mennek. Ez nyilvánvalóan olyan abszurdba hajló anti-utópiának is értelmezik, vagy utópiának is. Tehát olyan abszurdba hajló történet, amelyiknek az alapja mégiscsak az, hogy ez a Deres nevű figura elhagyta a várost, és inkább kóborolt a hegyekben, de hogy mi volt az elhagyásnak, vagy a város megutálásának igazából az oka, arra nem igen derül fény, de ez is jellemzője Szilágyinak, hogy az okokat sok esetben vagy az elbeszélő, vagy maguk a szereplők nem fedik föl, azaz elhallgatják, vagy nem hozzák szóba. A Kőhullapadó kútba volt az első olyan regény, amelyet aztán azóta is okkal a Hollóidő mellett a 20. illetve a Hollóidőt, azt már mondhatjuk, a 21. század klasszikus értékű darabjának lehet mondani. A Kőhullról azt mondta, hogy maga a szerző és a kritikák is, hogy abban ott van a 20. század elejének, ugye 1903-1904-ben játszódik a történet, ott van a 20. század elejének a kisvárosi timár világa, tehát a céhes iparnak, a céhes kereskedelemnek a berendezkedése a nyelvezettel együtt. Tehát egy olyan hagyományt örökít meg a szokásvilágait tekintve, és a babonák világát, vagy a hiedelmeket nézve is, amelyekhez természetesen, hogy társul egy külön nyelv, mondom a hiedelmeknek, vagy a balladáknak, mert sokan balladaként a balladáknak az a kihagyásos Arany János révén is ismert kihagyásos nyelvi megformálása. A Kőhullnak, a szilágysági Zilaknak, meg szilágyságnak magának a nyelve az, ami megörökítődött, a Hollóidő pedig ugye az közvetlenül Mohács után játszódik, annak pedig mondjuk az a hitelvű világa is, ekkor van Magyarországon ugye a reformáció kezdete, hogy miként értelmezték az új hitet, hogyan hatottak azok a hitviták, amelyeknek a szereplők, tehát a Hollóidő szereplőik közül, főleg az a Terebi Lukács nevű pap a főszereplője, akiről tudjuk, hogy Szegedi Kis Istvánról, a magyar reformációnak a talán legnagyobb alakjáról mintázta a szerző Szilágyi István. A Hóhér könnyei, amiből már több mint 15 éve készíti az újabb nagy regényt, kuruckor után játszódik a történet, tehát Rákóczi szabadságharc után arról szól lényegében, hogy egy szilágysomlyói bíró már maga se hisz abban, hogy boszorkányokat, elsősorban boszorkányokat ítél el, hogy a boszorkányok egyáltalán léteznek, de mivel a jogszabályok olyanok, vagy a jog olyan, a törvény olyan, hogy el kell ítélni, ezért túl ment fölötte, túl van fölötte az idő, meg a törvénykezés fölött is, csak akkor tud a pozíciójában maradni, hogy noha nem hisz abban, hogy vannak boszorkányok, és hogy azok az ismérvek, mint amiket annak idején fölállítottak, de mégis ítélkezik, és mégis úgy hoz döntéseket, esetleg halálos döntéseket, hogy a végén ő maga is ezt megbánja. Van ez a
híres gondolata jelesül, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy mi van, vagy mi lesz velünk, mert hogy az olyan, és ezt az agoncsbozótban fogalmazza meg, ez olyan, ha állandóan aggodalmaskodunk, mint hogyha az életünket úgy élnénk le, mint valami szörnyű betegségnek a lappangási idejét. Ő lappangtatja az újabb regényét.